A Jászberényi rendőrkapitányságon folyamatban lévő nyomozásban megalapozottá vált a gyanú arra, hogy hat jászladányi férfi új pszichoaktív anyagnak minősülő szert árul a falujában 500 és 5000 forint közötti adagáron. A Jászberényi rendőrök a Jászanykun Szolnok Vármegyei Rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóság felderítő osztálya, bűnügyi osztálya, a rendészeti igazgatóság Tisza Megtó és a Heves Vármegyei Rendőrfőkapitányság Agria Megta művel keleti egységeinek közreműködésével 2024. január 16-án összehangolt akció keretében egyszerre hat helyszínen tartottak kutatást, továbbá állítottak elő dílereket és fogyasztókat. Összesen 162 g növényi törmeléket és kábítószer új pszichoaktív anyag gyanúját keltő porokat, pénzt, ékszereket, mobiltelefonokat, valamint a kereskedéshez használt eszközöket foglaltak le. A nyomozók kereskedéssel elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntet miatt hat jászladányi lakost hallgathattak ki. A Jászberény rendőrkapitányság két 25 és egy 31 éves helyi lakost őrizetbevételéről határozott, és kezdeményezik letartóztatásukat.